Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ingatlanpiac, a Tolna megyei falvakban az átlagnál olcsóbban lehet házhoz jutni. Anya és fia a vádlottak padján, gyermekével járt lopni a szekszárdi nő. Kátyút látott? Írjon! A lakosság segítségét kéri a szekszárdi önkormányzat. Cselekvő közösségek aktivitásra ösztönzik a helyieket. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 320 engedélyt kapott eddig Paks 2, és még 6000-re van szükség, jelentette ki Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter egy konferencián. Az engedélyek csúszásával kapcsolatban Süli János leszögezte, hogy nem engednek a sürgetésnek. A szakértők még mindig dolgoznak a paksi bővítés több mint 300 000 oldalas tervén. Ezt indokolatlanul gyorsítani nem lehet, fogalmazott a miniszter a HVG tudósítása szerint. Az orosz tervek komoly előszűrést igényelnek, és a magyar fél úgy kívánja azokat benyújtani az Országos Atomenergia Hivatalnak, hogy 99%-ban biztosak lehessenek az engedélyeztetés sikerében. Ehhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hozzávetőleg 100 szakértőjének véleményét is kikérik, jelentette ki Süli János. Az eredeti tervek szerint 2024-től kezdődhet az új blokkok üzembe helyezése Pakson. A Tolna megyei falvakban 76 000 forintos átlagos négyzetméter áron kínálják a családi házakat egy felmérés szerint. Ezzel az adattal Tolna az ország legolcsóbb megyei közé tartozik. Az 5000 fő alatti kis települések ingatlanpiacának fellendülését a falusi csoktól várják a szakemberek és a helyiek is. Élénk sárga tábla hirdeti, hogy eladó ez az Őcsényi ház. A településen jó néhány ingatlant kínálnak jelenleg eladásra, az árak pedig vegyesek. Akad 54 000 forintos négyzetméter áron hirdetett ház és 297 000 forintos négyzetméter áru ingatlan is. Sióalgárdon mindössze 2 házat kínálnak eladásra jelenleg. Gerő Attila, a település polgármestere azt mondja, Szekszárd közelsége miatt kapkodják el a házakat. A településen folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt években. A polgármester szerint még több család költözik majd Sióalgárdra a falusi csok megjelenésével. Változó ugye a minőségtől függően. Én azt mondanám, inkább érzékeltetni, ami pár éve, egy 5-6 éve, mondjuk 6 millió környékén volt piacképes, az most 10 fölött van. Ám ez a 100 000 forint körüli négyzetméter ár még mindig jócskán elmarad az országos átlagtól, ami 129 000 forintot jelent az 5000 fő alatti kis településeknél. Mint ahogy Decsen is jóval olcsóbbak a házak, mint az országos átlag, itt még alacsonyabbak az ingatlanárak, mint Sióalgárdon, pedig mindkét település ugyanolyan távolságra fekszik a megyeszékhelytől. Egy felmérés szerint Tolna megye az ország legolcsóbb megyéi közé tartozik, ha a kis települések lakó ingatlan piacát nézzük. A megyében 76 000 forintos átlagos négyzetméter áron kínálják a családi házakat. A falusi csok hatására megindulhat a felzárkózás a kiemelt megyék árszintjéhez. Ez azt jelenti, hogy az érintett Tolna megyei 5000 fő alatti kis településeken jelentősen drágulnak majd az ingatlanok. Vállalkozz digitálisan címmel rendezett szakmai napot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pakson. Az érdeklődők egyebek között a vállalkozások digitális fejlesztésének lehetőségeiről és az online marketingről tájékozódhattak. Az első lépéseket segített megtenni a digitális világ felé a Modern Vállalkozások programja és az Iparkamara közös kis- és középvállalkozók számára tartott rendezvénye a Duna Hotelben. Az esemény a Digitális Kompetencia Fejlesztő Uniós projekt része, ami 3 éve működik, és nagy szükség van rá, hisz a vállalkozások a digitalizáció terén nagy hiányosságokat mutatnak. Nagyon sok cégnek például honlapja sincs.
Tehát ezt próbáljuk meg valahogy fölzárkóztatni őket programokkal, mostani például egy ilyen rendezvények rendezésével, akkor megkeressük őket személyesen, és auditációval felmérjük a céget, hogy hol állnak a digitális szempontból, és megpróbálunk nekik segíteni, hogy hogyan tudnának tovább haladni, illetve fejlődni. Gyakorlati segítséget is adnak az auditálás mellett a projekten belül. Minősített beszállítók szoftvereit kedvezményesen szerezhetik meg a vállalkozók. A szakmai napon a kiállítók kínálatából is szemezgethettek az érdeklődők. Kisebb vendég, családi vendéglátóhelyeken még azért előfordul, hogy papíralapon, francia blokkal oldják meg ezeket a dolgokat, de én azt gondolom, hogy a mai világban ez már szinte, azt mondom, hogy egy alap dolog. A jelenlevők előadásokat is meghallgathattak, például azzal kapcsolatban, hogyan lehet pénzt keresni ma az internet segítségével, és egyebek között az internetes kereső optimalizálás rejtelmeiből is kaptak ízelítőt. Elkészült a szakképzés 4.0 nevű koncepció, ami 5 éves technikumokat és rugalmasabb műhelyi iskolákat vezetne be 2020-tól. A kormány a diákokat digitális tudásuk bővítésével, a multimédiás tartalmak befogadásával segítené. Bevezetnének egy orientációs évet, ami a bizonytalanokat segítené a pályaválasztásban, valamint csak annyi közismereti tárgyat tanítanának, ami egy adott szakmához szükséges. Emellett segítenének a diákoknak a képességeiknek és az érdeklődésüknek megfelelő szakmát elsajátítani, és a műhelyi iskolákban rugalmassá tenni a szakképzettség megszerzését. Anya és fia közösen ültek a vádlottak padján a szekszárdi járási bíróságon kedden, rendszeresen jártak lopni szekszárdi üzletekbe, ám néhány hónap alatt 4-szer is lebuktak. A 15 éves fiúnak csak ezek miatt kellett felelnie, az anyját viszont kiskorú veszélyeztetése miatt is felelősségre vonta a bíró. Az egyik szekszárdi szupermarketben bukott le az akkor még 14 éves fiú először, borotva pengéket akart ellopni, ám a kiáratnál lebukott, büntetőügy indult ellene, de ez sem vette kedvét. Néhány nappal később egy szekszárdi hipermarket üzlet során vágta fel az egyik boltot takaró ponyvát, majd 3 női táskát vett le a benti polcról. Kifelé menet bukott le, és vele együtt a helyszínen levő anyja is a rendőrök kezére került. 3 hónap múlva újra együtt bukott meg a kiskorú fiú és az anyja, ismét lopni akartak. Még ezután egy alkalommal próbált anya és fia közösen lopni, de akkor is lebuktak. Ezekért az ügyekért álltak most bíróság elé. A bűncselekmények 3 rendbeli lopásvétség, ami 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, illetve egy rendbeli kiskorú veszélyeztetése, ami 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kiskorú tolvajnak tehát több rendbeli lopásért kellett felelnie, az anyjának emellett még az ő veszélyeztetéséért is. A nőnek nem ez volt az első hasonló ügye. Az elmúlt években 7 alkalommal indult ellene büntetőügy, szinte minden alkalommal lopásért. A nő most mégis azzal próbált védekezni, hogy soha többet nem tenne hasonlót. Kérem, szíves kérték a felfüggesztett börtön büntetéseket, figyelmen kívül helyezni, hogy leírtak alapját, és számunkra egy méltányú büntetést kiszabni. Nagyon sajnálom, és várom, amit tettem. Sajnos a múltat megváltoztatni nem tudom, de az elkövetkező időben igyekszem jól lenni, tisztességesen élni. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő bevallotta a lopásokat, és nem vonta kérdőre a kiskorú veszélyeztetése vádpontot sem, ám így is letöltendő börtönbüntetésre ítélte a fiával lopni járó anyát. 2 év börtönt kapott, a fiút pedig 1 évig próbára bocsátotta. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlottak enyhítésért fellebbeztek. A lakosság segítségét várja a szekszárdi önkormányzat. A város megkezdte a tulajdonában lévő közutak kátyúinak a feltérképezését, hogy az akció minél hatékonyabb legyen, a helyiek e-mailben jelezhetik, ha kátyút látnak a városban. Nagyot döccen a kis terautó a szekszárdi fürdőház utcánál. A tél fagyos csapadékos időjárással megtette a hatását. Megjelentek a megyeszékhely útjain az autósok legnagyobb ellenségei, a kátyúk. Megadtunk egy e-mail címet, a misak@szexszard.hu e-mail címet, ahol ezeket a jelzéseket meg lehet tenni. A városnak minden év tavaszán nagy feladatot jelent ezeknek az úthibáknak a felmérése. Bár a munkákra az önkormányzat szerződött egy céggel, a hibák jelzésére most helyieknek is lehetőséget biztosítanak. Az önkormányzatnál azt kérik, hogy aki levelet küld, mindenképpen írja bele az e-mailbe, hogy a kátyút a város melyik utcájában, melyik házszámnál találta.
Színes festékkel jelölték meg a szakemberek ezeket a kátyukat. Az ilyen úthibákat már nem kell bejelenteni az önkormányzatnak. Ezeket hamarosan elkezdik kijavítani. A város hiba bejelentő címe még csak néhány napja él, de már most is több bejelentés érkezett. Hétvégén ment ez a felhívás ki a lakosság felé. Az eltelt 2-3 napban 10 darab ilyen bejelentés érkezett hozzánk, de szívesen várjuk továbbra is jelzéseket. A kátyúzást a tervek szerint áprilisban kezdik el, és 3 ütemben májusig végeznek a munkálatokkal. 9 település több mint 30 civil közösségének vezetője találkozott Siolgárdon a Cselekvő Közösségek Hálózatának konferenciáján. Elhangzott, a programnak köszönhetően ma már nagyobb a kis településen élők aktivitása a közösségi élet és az értékmentés területén. A korábbi évek passzív lakossági aktivitása átalakulóban van, és ebben jelentős szerepe van a Cselekvő Közösségek Hálózatának, mondta Fodor Tamás, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vezetője. Azt mondja, biztató jelek ellenére a kulturális gazdasági fejlesztés még nagyon gyerekcipőben jár. Az a tapasztalatunk, hogy azért ezt még magyaráznunk kell, hogy ebben milyen lehetőségek vannak. Általában, amikor erről beszélünk, amikor előadásokat tartunk, akkor még csak figyelnek, de még nem igazán érzik az ebben erő lehetőségeket a helyiek, de nagyon jó példák vannak azért országosan, hogy igenis lehet kulturális gazdaság fejlesztést csinálni, akár úgy, hogy hagyományos dolgok felé fordulunk, akár úgy, hogy alapvetően a jövő technológiai, jövő innovációi felé fordulunk. Tolna megyében 2 uniós projekt fut jelenleg, mely a közösség aktívabb szerep vállalását célozza. A jelen helyzetben, mondja Baranyai Eszter aljegyző, a helyi értékek megnövekedett száma is jelzi a helyi aktivitás növekedését. Mindegyik projektnek az a célja, hogy a helyi identitást, a Tolna megyei identitást erősítsék, erős településeket, erős közösségeket, és mindezzel erős Tolna megyét alakítsanak ki. Komjáti Ágnes arról szólt, a legnagyobb eredmények között van, hogy több kis településen azok a korosztályok kezdtek el öntevékeny működést, akik a legnehezebben megszólíthatók. Így az idősek, akik bezárkóznak, vagy a fiatalok, akiknek tovább kell majd vinni a helyi értékek ügyét. Harmadszor jutott be a közép-európai női asztali tenisz csapat bajnoksága, Superliga döntőjébe a Szekszárd AC 3-szoros magyar bajnok csapata, miután 2 mérkőzésen legyőzte a Breclavot. A szintén oda- és visszavágóból álló fináléban az osztrák élklub, a Linz Forsberg lesz az ellenfél. Az első mérkőzést április 2-án Ausztriában rendezik. A Szekszárd AC egyébként története során 2-szer jutott be a Superliga fináléjába, és 1-szer éppen a Linz ellen meg tudta nyerni a sorozatot. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Teltháza Balatonnál vitorlás verseny is várta a vendégeket. Személyesen vette át, Aldi Meola kapta idén Pécs kulturális nagydíját. Körúton Pécsre érkezett a bátai szentvérelekje. Megteltek a Balatonparti szállodák az év első hosszú hétvégéjén. A hotelekben elsősorban belföldi vendégek, családosok pihentek. A kikapcsolódáson túl számtalan programmal is készültek a települések. Balaton lellén vitorlás versennyel várták az aktív életkedvelőit. Edzésre is jó! Egy kis bemelegítés a verseny előtt. Balaton lellén egész télen szerveztek regattákat a vitorlázás szerelmeseinek, így télen is szinte folyamatos teltházzal üzemelt a szálloda. Az év első hosszú hétvégéjén egy újabb verseny csábította a vendégeket, hetekkel előre elkelt minden férőhely. Eleve jó helyen vagyunk, mert itt a wellness, és itt a gyerekek is jól érzik magukat, meg a gyerekek is vitorlázhatnak, és egyéb programok is vannak itt a télen, többféle program volt, gasztró, most is van egy, úgy tudom, egy rendezvény, ahova, egy pesgő fesztivál, ahova át is tudnak olyanokat vinni, akik átmennének, úgyhogy nagyon, nagyon jó a kínálat. A tavaszi regatta a záró rendezvénye volt a téli 4-fordulós vitorlás versenysorozatnak. A szervezőket és a rendezőket azonban meglepte a kora délutántól uralkodó szinte teljes szélcsend. Így a döntőket már nem lehetett elindítani. Eredményt is a 3 forduló eredményei alapján hirdettek, ugyanakkor a magas részvételi számok a versenyeken azt bizonyítják, van létjogosultsága a téli vitorlás versenyeknek. A szálloda programszervezői azokra is gondoltak, akik nem a vitorlázást részesítik előnyben. Szauna szeanszokkal készülünk, szaunamester várja a
az érdeklődőket és az ide látogatókat, illetve a wellness részleg folyamatosan üzemel, és még a kültéri élmény szaunánkat is lehet látogatni. A Balaton partján az év első hosszú hétvégéjén sok helyütt várták a pihenni vágyókat aktív kikapcsolódást biztosító programokkal, csak úgy, mint gasztronómiai különlegességeket felvonultató fesztiválokkal, vagy épp a balatoni pezsgőket bemutató pezsgőszalonnal. A világ egyik legjobb gitárosa, Aldi Meola kapta idén Pécs kulturális nagydíját. A művészt élő legendaként tartják számon, többször választották meg a világ legjobb gitárosának. Aldi Meola személyesen vette át március 15-i koncertje előtt a díjat. A Grammy-díjas gitár, hegedű, zongoraművész, zeneszerző és producer a pécsi közönség számára nyújtott páratlan kulturális művészeti élmény szolgálata, a zene iránti szenvedély átadása, valamint Pécs a kultúra városának nemzetközi promóciója terén végzett tevékenységének elismeréseként kapta a kitüntető címet. Kolléganőnk, a Pannon Televízió munkatársa Vig Gabriella nyerte el idén Pécs sajtódíját, a Váradi Ferenc díjat. A kitüntetést a közgyűlés a regionális eseményekről szóló hiteles, valósághű, sokoldalú közösségi tájékoztatás, továbbá Pécs kulturális adottságainak változatos bemutatása terén elért sikereinek elismeréseként adományozta. Páva Zsolt polgármester beszédében emlékeztetett, március 15-éhez a szabadságharchoz kötődően, minden évben a szabad sajtóra emlékezve adják át ezt a díjat. Nagyon sokat jelent, nagyon köszönöm és nagyon hálás vagyok mindenkinek, azoknak a kollégáimnak, akikkel valaha együtt dolgoztam, mert én úgy érzem, ez a díj nem csak engem illet, ez nem egy személyes munka, nagyon jól tudjuk, és az elmúlt 25 év alatt rengeteg átalakuláson, televíziós, rádiós munkán keresztül mentem, és ugye nagyon sok munkatársam volt, úgyhogy én nagyon köszönöm, és azoknak is, akik ezt észrevették és értékelték, és a mai napon, főleg a szabad sajtónapján én ezt a megtiszteltetést most megkaptam. Az óvoda javára rendeztek jótékonysági bált Mázán, a baranyai településre a helyi és környékbeli szülőket várták. Az est folyamán összegyűlt pénzből játékokat vásárolnak, és sószobát alakítanak majd ki az intézményben. A cél, hogy a legmodernebb eszközökkel szereljék fel az óvodát. Jótékonysági bált rendeztek Mázán. Az estre a helyi és környékbeli szülőket várták. A rendezvény bevételét ugyanis a település óvodájának gyűjtötték. Az összeget különböző programokra és a gyerekek komfortérzetét javító fejlesztésekre költik. A bevételből a gyerekeknek szánunk játékokat, illetve egy sószobát szeretnénk kialakítani az óvodában, és ebből célból szeretnénk idén gyűjteni. Ezt a jótékonysági bált már több éve hagyományosan megrendezik Mázán. Az önkormányzat célja, hogy az intézmény a legmodernebb eszközökkel legyen felszerelve. A település óvodájába egyébként 42 gyermek jár nap mint nap. Olyan településről is jár hozzánk gyerek, hál' Istennek, ahol van óvoda, tehát jó a hírünk, és igyekszünk mindig olyan maximális pedagógiai munkát elérni az óvodaik által, hogy a gyerekek jól felkészülten tudják elkezdeni az első osztályt. Az óvodát több alkalommal az önkormányzat is támogatja, tudtuk meg Máza alpolgármesterétől. Radics Ferenc elmondta, pályázatok útján vagy önerőből, de minden évben történnek kisebb-nagyobb beruházások az épületben. Jelenleg egy teljes körű szigetelésre, valamint energetikai korszerűsítésre van szüksége az intézménynek, melyre a település vezetése pályázatot nyújtott be a Magyar Falvak program keretében. Pécsre, a kertvárosi Szent Erzsébet plébániára érkezett a bátai Szentvér ereklye, amely a 2020-as nemzetközi eukarisztikus kongresszusra készülve indult körútra a pécsi egyházmegye területén. Az öt nagybőti vasárnapon egy-egy plébánia fogadja, a nagy héten pedig a Székesegyházban lesz látható. Az erekjét elviszik a mohácsi, a siklósi, a komlói és a szigetvári esperesi kerületbe is. Május 18-a és 25-e között lesz Mária Gyüdön, ahol 25-én tartják az egyházmegye első áldozóinak találkozóját. Bizonyos szenteknek is elég népszerűek a kegyhelyei, zarándokjáró helyei, de a Szentvérnek nagyon kevés kegyhelye van a világban, illetve nemzetünknek nagyon fontos a magyarság, hiszen az országban ez az egyetlen Szentvér kegyhely
amely kiemelkedő jelentőségű, és különleges azért is, mert Jézus erekéje. Tehát valahol ugye a szentek persze hordozzák az Istennek a dicsőségét, az Istennek az erejét, hatalmasságát, de Jézushoz kapcsolódó erekék mindig mondjuk az kicsit magasabb rangú, kicsit nagyobb értékűek, mint a szenteknek az erekéi. Több százan látogattak ki a siófoki hajóállomásra, a második gasztromustrára a hosszú hétvégén. A felállított sátrakban a tradicionális ételektől a street foodig minden megtalálható volt. Az egyik legkelendőbb étel a második gasztromustrán a tócsni volt, amely lényegében nagyon egyszerű étel. Reszelt krumpli, liszt, tojás és fűszerek összekeverve, majd forró olajban megsütve. Ennél a sátornál azonban különleges változataival találkozhattunk. Tovább gondoltuk úgy, hogy elkészítjük mi az alaptócsni tésztát, ugyanaz a fűszerezéssel, mint a mamáink csinálták, csak nagyon pici szerecsendióval én mégis pékelem még, de csak egy csipettel tényleg. És feltétnek például harcsapaprikást készítünk rá, szürke harcsából, vagy főtt sült csülökkel, a tetejének is egy kis tormás tejföllel meglöttyintve. József 60 kg tócsni tésztát készített a 3 nap során, amelynek akkora volt a sikere, hogy vasárnap délután 1 órára már el is fogyott. Az édesebb ízek kedvelői házi nyújtott rétest is kóstolhattak, amelyet helyben nyújtottak. De voltak paleó csemegék és különleges sajtok is, mint például a mézes diós vagy mákos. Egyedül azt nagyon meg kell tanulni, hogy melyik fűszerpérénket, vagy melyik fűszernövényünket, hogyan, milyen formában és milyen eljárással lehet a sajtba ültetni ahhoz, hogy az a hasznunkra váljon és ne ártson a sajtnak. A kiadós gasztrotúra után sokan választották a Balaton partját egy kis séta, madáretetés, játék vagy éppen napfürdőzés helyszínéül az idei első hosszú hétvége utolsó napján. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Ingatlanpiac, a Tolna megyei falvakban az átlagnál olcsóbban lehet házhoz jutni. Anya és fia a vádlottak padján, gyermekével járt lopni a szekszárdi nő. Kátyút látott? Írjon! A lakosság segítségét kéri a szekszárdi önkormányzat. Cselekvő közösségek aktivitásra ösztönzik a helyieket. Szerdán túlnyomóan derült időre készülhetünk, de hűvös lesz. Napközben 12-13 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!